Jó napot kívánok üdvözlök mindenkit, Safrányi Ferenc vagyok, és a szombathelyi informatikai orientációjú duális gépészmérnök képzésről fogok beszélni röviden. A mérnöki munkát a 20. század közepéig azt igen komolyan jellemezte a körző, a vonalzó, a számológép, a logarléc és a rajzgép. Azonban a számítástechnika és a számítógépek rohamos fejlődésével és elterjedésével az informatika alkalmazása a műszaki feladatok megoldásához elengedhetetlenné vált. Az 1960-as években megjelentek az első műszaki szoftverek, amelyek mára a gyakorlatban elválaszthatatlanok lettek bármilyen mérnöki tevékenységnél. Ezt a paradigmaváltást az oktatásban is figyelembe kell venni, és ennek szellemében próbáljuk a Savária Műszaki Intézetben az alapkészségek, a műszaki alapismeretek nagyon biztos és alapos elsajátítása mellett az informatikára és az informatika műszaki alkalmazására helyezni a hangsúlyt a főbb informatikához kapcsolódó műszaki területek, amelyekről intézetünkben tanuló hallgatók tanulnak, az két fő témakörhöz kapcsolódnak. Az egyik a tervezés, a másik pedig a gyártás. A tervezéshez alapvetően két témakör csatlakozik. Az első a számítógéppel támogatott tervezés, vagy CAD, amely révén a hallgatók megtanulják azt, hogyan lehet az egyes alkatrészeket illetve komplex összeállításokat a virtuális térben modellezni, a másik pedig a számítógéppel támogatott mérnöki számítások, a Computer Aided Engineering, vagy CAE. Ennek kapcsán a különböző mechanikai, szerkezeti, hőtani vagy áramlástani számításokat lehet végezni, annak érdekében, hogy a szerkezeteket, alkatrészeket optimalizálhassuk. A gyártás körébe két fő csoport tartozik. Az első, az a számítógéppel támogatott gyártás, vagy Computer Aided Manufacturing, azaz CAM illetve a programozás, PLC programozás, illetve az ipari robotoknak a használata, illetve programozása. Intézetünkben tanuló gépészmérnök hallgatóink valamennyi témakörben mélyrehatóan elmélyedhetnek a tanulmányaik során, és ezekkel kapcsolatos projektfeladatokat oldhatnak meg, illetve kutatási témákba is becsatlakozhatnak. Nézzük elsőként a Kedet, vagy a Computer Aided Design. Már az második fél évben tanulmányaik során megismerkednek hallgatóink a számítógéppel támogatott tervezéssel. Nagyon fontos az, hogy megfelelő ábrázoló geometriai, illetve géprajzi alaptudás mellett a számítógépet értő módon próbáljuk meg azaz, mint egy okos rajztáblát, mint egy eszközt, arra vonatkozóan, hogy a szabványoknak, illetve a céloknak megfelelő termékeket tudjunk tervezni ennek segítségével. A módszer alapvetően három alapkőre épül. Az első a virtuális alkatrész modellezés, ahol különböző testeknek készítjük el a modelljét a háromdimenziós térben, majd a virtuális szerelések készítése, amelyek során a különböző alkatrészeket egy-egy egységé állítjuk össze szintén a szoftverben, valamint nagyon fontos része a folyamatnak a műszaki dokumentáció, tehát kétdimenziós, akár papíralapon kinyomtatható műszaki dokumentáció készítése. Ez a gyártás technológiában megkerülhetetlen és nagyon fontos részét képezi a folyamatnak, és elengedhetetlen hozzá a szabványok, a géprajzi alapok megfelelő ismerete. A számítógép segítségével nagyon sok folyamat megkönnyíthető, meggyorsítható, azonban a mérnöki gondolkodás, szemlélet és a tervezési elvek megfelelő alkalmazása nagyon fontos. A hallgatók, a tantárgyak kapcsán szinte minden esetben valamilyen projektfeladatot készítenek el. Például az ábrán látható csőszorító satunak a modelljét Farkas Zoltán első éves hallgató készítette el, és nem csak hogy elkészítette az összes alkatrészt háromdimenziós modelljét, de össze is szerelte azokat, majd a zábrán látható animációt készítette a szétszerelési folyamatról. Ez nem csak nagyon látványos, de például az ipari környezetben igen hasznos is lehet olyan esetekben, amikor ö, dolgozókat kell betanítani egy-egy munka folyamatra, és ahelyett, hogy az egyes ö, fázisokról készített statikus képekkel, esetleg élő bemutatóval ö, lehetne, Oktatni a dolgozókat. Egy ilyen videó is nagyon szemléletes és sokat mondó lehet, és javíthatja a betanításhoz szükséges ö, körülményeket. De nem csak ilyen projektek vannak a bátrabbak, a merészebbek összetette problémákkal is foglalkozhatnak. Orbán Tamás készítette az ábrán látható Mercedes Lego teherautónak a modelljét, ami több, majdnem 3000 darab különböző alkatrészből állt, és ezeknek a megrajzolása, összeszerelése az nagyjából egy hónapot vett igénybe. Ezt az úgynevezett a renderelt videót is Tamás készítette, amely során fotorealisztikus módban, megvilágításokkal különböző nézőpontokban láthatjuk a háromdimenziós modellt. Gyakorlatilag ez annyira valósághű, hogy akár össze is lehetne téveszteni egy videófelvétellel. Szintén Tamás munkája ez a Volvo Markoló, ami egy picivel kevesebb alkatrészből állt, itt csak 1500-en volt körülbelül, az elkészítési idő viszont itt is nagyjából egy hónapra rúgott, mivel az összeállítás egy fokkal bonyolultabb, mint az előző eset. A KED modellezésnek nem csak ilyen tárgyai lehetnek, hanem konkrét, ipari, esetleg kutatási projektek kapcsán is elengedhetetlen egy mai mérnök életében. Ezen az ábrán egy kísérleti hengerműnek a háromdimenziós és a megvalósított modelljét látjuk. Borbé Tibor kollégám készítette el a terveket, és ezekhez a tervekhez a bal oldalon látható háromdimenziós modellt. Vette alapul, amit szintén ő készített, az utolsó csavarig mindent ő helyezett el az összeállításban, majd erről az egész szerkezetről olyan műszaki dokumentációt képzelt, készített, amely alapján ezt le lehetett gyártani. A kísérleti hengermű jelenleg is a gépgyártás technológia laboratóriumban található, amelyet a PhD hallgató és oktató kollégáim, illetve kutató kollégáim a mindennapokban használnak. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire értékes és hasznos tudást jelent az, amit a hallgatóinknak már az első fél évben, illetve a második fél évben nyújtunk. Tovább lépve a harmadik fél évben már a műszaki számítások, a CAE, vagyis Computer Aided Engineering alapjait is megismerik a hallgatók a végeselem módszer alapjai tantárgy keletében. Ezen technika segítségével lehetőségünk van az alkatrészeket mechanikai szempontból, tehát a terhelések, az alkatrészre ható erők szempontjából optimálni, Alapul véve a CAD modellt, amit a korábban már megrajzoltunk, illetve a terheléseket, valamint az alkatrészek anyagát, meg tudjuk becsülni, hogy mekkorák lesznek a várható alakváltozások, milyen feszültségek lépnek föl, illetve megbecsülhetjük azt is, hogy mekkora lesz az alkatrészek várható élettartama. Nagyon fontos és nagyon hasznos technológiáról van szó, mivel a nagyon költséges, laboratóriumi teszteknek a számát tudjuk csökkenteni ennek a módszernek a használatával, ugyanis a tervezés egy korai fázisában, amikor azt látjuk a modellezés végén, hogy nem megfelelő az alkatrész valamilyen szempontból, vissza tudunk ugrani a folyamat elejére, tudunk módosítani a geometrián, és újrafuttatva az analízist, már egy a funkcióknak, illetve az egyéb, akár szilárdsági, akár technológiai szempontoknak jobban megfelelő alkatrészt tudunk megtervezni, így tudjuk redukálni a nagyon drága és hosszú ideig tartó valós teszteknek a számát. A számítógépet támogatott műszaki számítások nem csak egyes egyedi alkatrészek elemzésére megfelelőek, hanem komplex, csúlódásos összeállítások is készíthetők ennek segítségével. Ilyen például a lemezhengerlésnek a folyamata, amelynek kutatásával számos kollégán foglalkozik az intézetben. Abban az esetben, hogyha két hengert egymással szemben forgatunk, és ezek közé megpróbálunk bevezetni egy lemezt, és ennek a lemeznek megpróbáljuk redukálni a keresztmetszetét, akkor hengerlésről beszélünk, és ahhoz, hogy fel tudjuk térképezni, és meg tudjuk becsülni, hogy milyen anyagszerkezeti változások lépnek fel az anyagban, elengedhetetlen ismernünk a fellépő feszültségeket, illetve a nyúlásokat. Ehhez adhat nagyon jó kiindulási pontot egy ilyen véges elemes analízis, amelynek során nem csak az alakítandó anyagot, de akár a hengereket vagy azoknak a csapágyazását is tudjuk tervezni. Szintén hasonló probléma, például egy lemezhajlítási folyamat. A mindennapi életben rengeteg helyen találkozunk hajlítással készült lemezalkatrészekkel, gondoljunk csak a mikrohullámú sütőnek a házára, vagy például egyéb háztartási gépeknek, a berendezéseknek a házára. Ezeket mind-mind ilyen technológiával gyártják. A hajlítás tipikusan egy olyan folyamat, egy olyan technológia, amely nagyon szerszámköltséges. Tehát van egy szerszámunk, amelynek nagyon magasak a költségei, viszont nagyon sok alkatrészt tudunk vele legyártani. Ezért kimagasló szerepe van a mérnöki számításoknak ebbe a folyamatban az alkatrész alakjának és méreteinek optimálásán túl a szerszám optimálásában. Ugyanis, hogyha a szerszám élettartamát egy ilyen számítással akár 10%-kal meg tudjuk növelni, Rengeteg költséget tudunk megtakarítani a gyártás során. Nem csak műszaki-mechanikai számításokra alkalmazható a módszer, hanem például hőtani elemzéseket is végezhetünk. Az ábrán egy öntött turbó feltöltőnek az öntés utáni kihűlési folyamata látható. Hallgatóink a Tech Together verseny egyik feladata kapcsán készítették ezt a tranziens hőtechnikai modellt. Itt arról van szó lényegében, hogy az öntvénynek a hőmérsékletét látjuk az idő függvényében, miközben az folyamatosan hűl, és ez azért lényeges, mert az öntészeti technológiában úgy kell megterveznünk az öntvényt, hogy minél kisebbre redukáljuk a legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékleti, hőmérsékleti pont közötti hőmérsékletkülönbséget, így tudjuk elkerülni azt, hogy se gyártsunk, és megrepedjen az öntvény. Nagyon fontos, hogy Ezeket a számításokat a megfelelőképpen elvégezzük, azelőtt, hogy az öntéshez szükséges ö, szerszámokat megtervezzük és legyártsuk. Szintén hőtechnikai számítást végzett egy másik hallgatónk, aki egy a számítógépében lévő hűtőbordát vizsgált. A hűtőborda, ami az ábrán látható, a processzorra van erősítve és a számítógép bekapcsolásától kezdődően ez a processzor bizonyos ö, hőmennyiséget termel, ami hőmennyiséget ennek a hűtőbordának és a hozzá csatlakozó ventilátornak kell elvezetnie. A ventilátor hatására egy kényszerített konvekció alakul ki az áramló levegő és a hűtőborda között, és ennek következtében látjuk, hogy... Ö, 3 vagy 6 perc működés során milyen hőmérséklet alakul ki. Nagyon jól látszik, hogy az pirosabb szónák melegebbek, amelyek közel vannak a hűtő, illetve a processzorhoz, és a hűtőbordáknak a különböző részein milyen hőmérséklet hőmérsékleteloszlás alakul ki. Ezt felhasználva a hűtőborda geometriája javítható, optimálható, megkereshetjük azt a geometriát, amivel az adott viszonyok között a legjobb hűtési fokot tudjuk elérni. Egy szintén nagyon érdekes és fontos része a műszaki számításoknak az áramlástani modellezés, amelyek segítségével gázok, gőzök, folyadékok áramlását tudjuk modellezni, meg tudjuk vizsgálni, hogy egy csővezetékrendszerben hogyan áramlanak a folyadékok, milyen áramlási képek alakulnak ki, milyen sebességek térfogat vagy tömegáramok lépnek föl, mennyire lamináris vagy turbulens az áramlás, sőt, ezek alapján még arra is következhetünk, következtethetünk, hogy ez milyen szerkezeti terhelést okoz a csővezetékrendszernek. Egy szintén nagyon érdekes és fontos része a műszaki számításoknak a speciális anyagoknak a kezelése. Ilyenek például a szemcsés halmazok, amelyek a, a szilárd, kisméretű szilárd részekből állnak, amelyek egy nagy halmazt alkotnak, és ezeknek igen különleges mechanikai viselkedésük van. Ha egy zsák búzára, egy zacskó lisztre, vagy akár egy zsák krumplira gondolunk, ezeknek az anyagoknak megvan az a jellemzői, hogy a rendelkezésre álló teret kitöltik. Bizonyos esetekben ezek úgy viselkednek, mint a folyadékok, azonban más, megváltozott körülmények között már a szilárdtestekhez hasonló viselkedést mutatnak, ezért a velük kapcsolatos technológiai folyamatoknak az optimálása, tervezése az jelenleg szinte kizárólag tapasztalati úton történik, pedig az ipar szinte valamennyi szegmensében megjelennek ilyen felépítésű vagy alapanyagok vagy késztermékek. Az ábrán baloldalt például egy bányászati alkalmazást láthatunk, ahol a különböző frakciókat próbálják szétválogatni egy lengő rostával. Itt a piros színű szemcsék a nagyobb méretű kőzetet jelentenek, a kék színűek a pedig a legkisebb méretűek. Az ilyen lengő rosták működési hatékonyságának optimalizálásával nagyon nagy, költség, nagyon nagy mennyiségű költséget lehet megtakarítani, és erre az úgynevezett diszkrét elemes számítások kiválóan alkalmasak. Egy másik példa, ami ehhez a területhez kapcsolódik, a talaj és a kerék kölcsönhatásának elemzése mind a mezőgépészetben, mind az autótechnikában nagyon fontos annak vizsgálata, hogy milyen hatása van a talajnak a gumiabroncsra. Rengeteg pénzt ölnek a nagyvállalatok abba, hogy hogyan lehetne csökkenteni egy, egy, ilyen kölcsönhatásnál azt az ellenállást, amit a talaj fejt ki a gumiabroncsra, viszont nagyon nagy problémát jelent, hogy pontosan nagyon nehéz leírni a bizony, az egyes talajokat. Erre is jó megoldás lehet a diszkrételemes módszer, amelyel kapcsolatos kutatások folynak jelenleg is intézetünkben, és a hallgatók ezekbe a kutatásokba tanulmányaik során be is kapcsolódhatnak. A következő nagy témakör az már a gyártás technológiához tartozik, az a Computer Aided Manufacturing, vagy CAM, számítógéppel támogatott megmunkálás tervezés, amelynek során a, azt az alkatrészt, amit a CAD környezetben megterveztünk, illetve a különböző CAE eszközökkel optimáltunk, le is kell gyártsuk. Ezek legyártásához a... A számítógéppel támogatott tervezés egy nagyon jó alapot ad, ugyanis segít minket a szerszámok kiválasztásában, illetve a szerszámpályák megtervezésében. Ezen túl a szerszámpályák generálása révén még a szerszámgép által értelmezhető megmunkálási programot is le tudja gyártani a szoftver, amelyet megfelelően beállítva elkerülhetők az ütközések és a nem kívánt hatások a megmunkálás során. Nagyon fontos, hogy ennek révén a hallgatók a az megszületésétől, megszületésétől kezdve optimalizálásán keresztül a legyártásaik betekintést nyernek a folyamatban, és akár laboratóriumainkban ezt meg is tudják csinálni, a hálózatba kötött szerszámgépek és számítógépek kapcsolódásával le tudják gyártani a megtervezett alkatrészt. Ezen túl nem csak a Számítógéppel támogatott megmunkálásról tanulnak a hallgatók, hanem a legmodernebb gyártástechnológiákat is kipróbálhatják, mint például a gyors prototípus gyártás, vagy hétköznapi nevén a háromdimenziós nyomtatás. Olyan technológiák is rendelkezésre állnak intézetünkben, amik otthoni felhasználáshoz túl költségesek, de ezeket a technológiákat is bátran használhatják a hallgatók különböző projektekhez, mint például a Tech Together versenyre is készítettek 3D nyomtatott alkatrészeket és eszközöket a hallgatók, amelyek nagyon hasznosak, és a technológia révén sokrétűen felhasználhatóak. Végül az utolsó szegmense az informatikával támogatott mérnöki tevékenységnek az a PLC szerszámgép és robot programozás. A PLC laboratóriumunkban van egy modellgyártósor, amely modellgyártósoron le tudják követni a hallgatók azt, hogy mi történik egy termékkel egy valóságos gyártás során, milyen folyamatokat kell PLC-vel vezérelni a folyamat során, és nem csak, hogy ezt kipróbálhatják, de a hozzátartozó programot is megírhatják. A laboratóriumban lévő Mitsubishi robotot is programozhatják a hallgatók, amelynek segítségével betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen ö, tudás és milyen háttérismeret szükséges ahhoz, hogy a műszaki követelményeknek megfelelően műkötessenek egy ilyen nagyon modern berendezést, amelyel értéket teremthetnek a vállalatnál. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!